Amikor marketing menedzserként dolgoztam, akkor egyszer azt a feladatot kaptam egy akció kapcsán, hogy hívjak föl ügyfeleket, és kérdezzem meg őket, hogy miért nem éltek azzal a nagyon kedvező árajánlattal, amit marketinges vállalkozói tananyagokra adtunk. És meglepően tapasztaltam, hogy az ügyfelek legfőbb indoka, és körülbelül az esetek felében ez volt az indok, azt mondták, hogy annyi tananyaguk van már, amit még nem dolgoztak föl, hogy nem akarnak még többet vásárolni. És teljesen meglepett engem ilyen szempontból, hiszen én mindig csak úgy vettem tananyagot, hogy amit megvettem, azt fel is dolgoztam, hiszen nyilván azért veszük a tananyagokat, hogy feldolgozzuk. De nemrég beszéltem egy barátommal, és őt egy csomó téma érdekli, és ő is azt mondta, hogy ő megvásárolgat könyveket, megtetszik neki egy téma, fellelkesül, felbuzdul, megvesz egy könyvet, és állnak rajta a könyvek, amiket még nem olvasott el. És ez egyrésztről frusztráló, másrésztről ott áll egy csomó tudás, ami a tiéd lehetne, és mégsem a tiéd, nem dolgozott fel. Harmadrészt pedig pénzkidobás is, hiszen ott állnak a könyvben a pénzek, de nem hasznosítod őket. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok egy videót, és ebben bemutatom azt a módszert, amit én használok, ami miatt igazából sosem gyűlnek föl rajtam a tananyagok, a könyvek, szépen tudok haladni, és csak azokat a dolgokat veszem meg, amiket fel is használok utána. Úgyhogy tarts velem, nézzük meg, hogy mit tudsz javítani az önfejlesztési módszereiden. Az első és legfontosabb dolog, hogy először is gyűjtsd össze, hogy mik azok a könyvek, tananyagok, amik egyáltalán most rajtad állnak. Tehát legyen egy listád, de legjobb, hogyha fizikálisan egy helyre gyűjtöd például a könyveket, tehát először is nézz szembe a problémával, és nézd meg, hogy mik azok a könyvek, amik most rajtad állnak. Ezután a második lépés, hogy szelektáld ki őket. Például nekem van ez a könyv, amit megvettem, ez ilyen storytellinggel kapcsolatos, de rájöttem, hogy nem éppen arról szól, ami engem érdekel, ez sokkal inkább filmekről, színészi darabokról szól, és nekem engem nem ez érdekelt volna. Egyszerűen ilyenkor el kell dönteni, van ilyen, hogy rossz döntést hozunk, és azt kell mondani, hogy hát jó van Ádám, ez egy rossz kiadás volt, ez egy felesleges költség, de ez elveszett, ezt nem fogom kiolvasni, nem, egyszerűen nem tetszik ez a könyv, köszönöm szépen, félreteszem. Ezt is a döntést meg kell hozni, ezt fel kell vállalni, megpróbáltad eladni ezt a könyvet, vagy odaajándékozni valakinek. A lényeg az, hogy húzd ki a listáról azokat a könyveket, tananyagokat, amiket nem akarsz, amiket most nem vennél meg, amire nem akarsz időt szánni. Ugye, mert egy tananyag, egy könyv az nem csak pénz befektetést igényel, de energiabefektetést is igényel, és bizony hiába lehet, hogy megvan már a könyv, nem akarod beletenni az energiát. Oké, akkor húzd ki, és szabadulj meg tőle. Már is sokkal könnyebb lesz a dolgod. A maradék könyveket pedig tedd ki szerintem valami jól látható helyre. Én azt mondom, hogy gyűjtsd őket össze, és mondjuk tedd be a nappaliba az asztalra. Mert ha nincsenek szem előtt, ha könyvespolcokon hevernek itt-ott-amott, akkor úgy nem része a mindennapjaidnak. Hogyha kiteszed őket egy jól látható helyre, akkor pedig tudod, hogy ezekkel bizony neked dolgod van, és mindaddig kvázi zavarni fognak, amíg el nem olvasod őket, vagy túl nem jutsz rajtuk. Nyilván ez nem fog magától menni, ezért a következő, amit szerintem érdemes megtenned, az az, hogy csinálsz egy tantervet. Vedd észre, hogyha olyan vagy, akin állnak a tananyagok, tréningek, könyvek, akkor te gyorsabban akarod falni az információt, mint amennyi időt rászánsz. Tehát van egy ilyen bottleneck a folyamatban, egy szűk keresztmetszet, ami igazából a tanulásra szánt időd. És ahhoz, hogy ezeket a tudásokat, ezeket a könyveket feldolgozd, igazából több időt kéne egy kicsit a tanulásra, olvasásra szánnod. Na már most ez nem megy magától, nyilván neked kell beidőzítened ezeket az időpontokat, tehát csinálj egy tantervet. Például, hogyha én tudom, hogy mondjuk egy könyvet, azt én mondjuk átlagosan, nem tudom, 7 óra alatt olvasok ki, akkor hogyha hétvégén 3 órán van olvasni, akkor ez valószínűleg 2,5, lehet, hogy 3 hétig fog tartani. Legyél reális, tehát választ ki azokat az időpontokat, amikor ezzel foglalkozni fogsz, és nagyjából csinálj egy ütemtervet, hogy mikorra tudod ezeket a könyveket feldolgozni. Ha például maradunk ennél, hogy vasárnap van rá 2 órád, akkor Google naptárba, vagy hogyha esetleg offline naptárt használsz, a naptáradba húzd ki ezt az időpontot. Kezeld úgy ezeket a könyveket és ezeknek a tudását, mintha ezek nagy értékű tréningek lennének. Ugye, hogyha befizetnél mondjuk egy, nem tudom, 800 000 forintos előadásra, tréningre, tanfolyamra, akkor is biztos lenne 2 órát, hogy elmenj rá. A könyvekkel hajlamosak vagyunk úgy lenni, hogy jó, ez csak könyv, ez csak 4-5 ezer forint, és akkor úgy elmismásoljuk, ugye? De a tudás, ami benne van, az ugyanolyan értékes tud lenni, mint egy tréningnek, tehát kezeld ezt is ugyanolyan értékesként, és egyszerűen magadnak
szabd meg a tantervet. Ezzel egy csomó pénzt meg tudsz spórolni, mert a legtöbben csak azért járnak tréningekre, meg iskolákba, meg tanfolyamokra, mert oda be kell járni, és akkor ott leadják neki az anyagot. Na, ezt te megspórolod, és tudsz könyvekből hatékonyan tanulni, akkor egy csomó pénzt megspórolsz, és csomó plusz tudásra szert tudsz tenni egyébként meg nagyon-nagyon hatékonyan, hiszen a saját tempódban tudsz haladni. Oké, tehát a lényeg az, hogy legyen tanterved, legyenek ezek az időpontok beírva a naptáradba, kiszedve a napirendedbe, tehát tudd, hogy mikor foglalkozol ezekkel a könyvekkel. Végül pedig, hogyha ezzel megvagy és beidőzítetted a könyveket, tananyagokat, akkor ugye meg kéne akadályozni azt, hogy még több tananyag jöjjön be, és úgy érezd, hogy úristen, nem tudok már, nincs időm egyszerűen ezeket feldolgozni. Erre nekem van egy nagyon egyszerű technikám, stratégiám, amivel meggátolom azt, hogy túl sok tananyag legyen rajtam, vagy olyan könyveim legyenek, amiket nem olvasok el. Ez pedig nagyon egyszerű, ez úgy szól, hogy nem veszek újabb könyvet vagy tananyagot, amíg a korábbiakat fel nem dolgoztam. És a feldolgozás alatt nem azt értem, hogy mindegyik tananyagot elolvasom, akkor is, ha utálom, mert nem tudom, van olyan könyv, aminek nem olyan a nyelvezete, nem arról szól, nem tetszik egyszerűen az írás, akkor hagyd a fenébe, akkor mondd azt, hogy jó Ádám, ezt nem fogom elolvasni. Semmi gond nincs ezzel. Akkor húzd ki, tedd félre, és akkor azzal a könyvvel készen vagy. Nem kell frusztrálódni rajta, és azért halogatni az önfejlesztést, meg a tanulást, mert egyszerűen volt egy rossz választásom, és az úgy nem akarok nekiülni, de nem akarom letenni se. Tedd le, és foglalkozz valami olyannal, amit meg tényleg szívesen csinálsz, oké? Tehát vagy olvass el egy könyvet, amit megvettél, vagy pedig mondd azt, hogy jó, oké, ez rossz választás volt, és félreteszem, majd elolvasom, jó? És akkor ez a majd kupacba nyugodtan belefér. Ezzel egy csomó pénzt meg tudsz spórolni, és egyrészt másrészt motivált is leszel arra, hogy tanuljak, olvassak, hiszen van egy új téma, ami érdekel, de még ez itt van, és ez is érdekel, tehát ezt akkor gyorsan feldolgozom, és majd utána megveszem a következőt, ami érdekel. Sokkal motiváltabb leszel, jobban fogod látni, hogy milyen gyorsan tudod feldolgozni a könyveket, és hogyha kevés az idő, amit rászentel, akkor tantervedbe tegyél bele még több időt a könyvek feldolgozására, oké? Én ezt a 4-5 lépést szoktam alkalmazni, nekem nem szoktak így fölgyújni tananyagok, és szerintem ez így sokkal költséghatékonyabb, kevesebb frusztráció, illetve sokkal jobban be van tervezve maga a tanulás is, oké? Tehát szedd össze a tananyagokat, könyveket, húzd ki, amit nem akarsz meg feldolgozni, tedd ki jól látható helyre, csináld naptárba, tedd be, hogy mikor, mivel akarsz foglalkozni, ugye ezt csinálj egy tantervet, csinálj egy tervet, hogy hogyan fogod megszüntetni a feltorlódást, ami most jelen van, és hozd meg azt a szabályt magadba, pároddal beszéld meg, hogy nincs új könyv, nincs új tananyag, amíg a korábbiakat fel nem dolgoztuk, vagy ki nem kukáztuk. Oké, szóval ez lett volna az én módszerem, remélem, hogy hasznosnak találtad, és remélem, hogy ebből te is tudsz inspirálódni. Én nagyon-nagyon kérlek téged, hogy ezt most azonnal ültesd is át a gyakorlatba. Oké, nincs értelme halogatni, nincs értelme majdozni, ezt 5-10 perc alatt megcsinálod, csinálj egy tantervet, és hidd el, sokkal jobban fogod érezni magadat, és jobban fog menni a tanulás. Köszi szépen, hogy itt voltál és megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad, ha igen, akkor iratkozz fel, hajrá!